amikor kollégim elmondta a családfáját, majdnem elsírtam, tényleg szó szerint kemény férfi létem, mert majdnem elsírtam magam. Vannak olyan dolgok, amelyeket nyugodtan, részrehajlás nélkül nem lehet elmondani, megpróbálom. Én mindig meg szoktam próbálni ezt, és egy kicsit, ha adnak nekem most egy 20 percet, ha ez nem olyan sok, vagy 25 percet, megpróbálom nem annyira a magyarországi németek sorsáról, erről viszonylag sokat tudunk, bár például a több egyetemen tanítottam, most az, hogy mint a 90 előtt az 50-es Loránd Tudományegyetemen egészen véletlenül tudtam ezekről a dolgokról, hogy délvidéki véres napokról és még hidegebb napokról, vagy például az erdélyi lakosság fátumáról, sorsáról, nem is beszélve a gulágról, erről például nem tanultunk semmit. Na, hogy most, 30 évvel a rendszerváltás után, nem olyan rég a Károli Gáspár Református Egyetemen nagyon értelmes, nagyrészt református családokból, lelkészek gyerekei, vagy mit tudom én, jómódú, vidéki családokból, rendes, jó arcú gyerekek megkérdezik tőlük, hogy pont a gulág évforduló évében megkérdeztem, hogy hát hányan lehettek körülbelül, meg hogy volt ez, meg hogy a magyarországi németek sorsa, szinte semmit nem tudtak erről. Nagy baj, hogy még mindig a tankönyvekben, nagy baj, hogy érthető ez is, mert ilyen családokban, az érintett családokban, ezt is hallottuk be a előadás a Nagykárlón, például nem volt divat beszélni ezekről a dolgokról. Ha valaki, én például, amikor a szemináriumot tartottam, megkérdeztem, hogy kinek a felmenői voltak Málenki Robot és Gulág révén, a hadifogság révén a Szovjetunióban, nem tudnak-e valami emlékeket, vagy esetleg, mit tudom én, egy interjút készíteni. Nyilván ezek az emberek sajnos már elmentek, de a második nemzedékkel hogy élték meg otthon, hát alig tudta valami információt, csak úgy felmérésként elkészítettem. Számomra